Szervusztok, srácok! Üdv mindenkinek! 2018-ban, még így az év végén, a megjelenés előtt beta verziójába kipróbáltam a játékot. Ez volt az első Fallout élményem. Tudom, sokan azt mondanák, hogy nem érdemes amúgy ezzel kezdeni. Én ezzel kezdtem, mert adott volt a lehetőség. Friss volt, új volt, és hát bele akartam vetni magam ebbe a kalandba. A Bethesda készítette ezt a játékot is, ahogy a korábbi Falloutokat, illetve az Elder Scrollsokat is szintén. És ez egy online RPG. A karakter alapképességei az erő, az érzékelés, a kitartás, a karizma, az intelligencia, az ügyesség és a szerencse fejlesztésével lehet pimpelni a kis karakterünket. A sorozat első multis, csak multis része. Itt ilyen 24 fős lobbik vannak. 25 évvel a nagy háború után zajlódik ez a játék. Ez az első időbeli Fallout. Ez így 2102-ben játszódik. És a sorozat az pedig 2300 környékén. Szóval a sorozat, ami megjelent nemrég, az a legutolsó, ez pedig a legelső a történetben, ami így elérhető. Négyszer akkora, mint a Fallout 4, ennek a világa, és Appalachia, Nyugat-Virginia területén játszódik. Itt a ferperzseltek ellen kell küzdeni, a Scorchedok ellen. Ezek olyan gólok, akiket megfertőzött egy mutáns denevér. Ebben a verzióban is elérhető egyébként a Watch, ami segít a célzásban, viszont abból kifolyólag, hogy ez multi, itt nem lassítja le az időt és nem is állítja meg. De cserébe mutatja neked, hogy bizonyos testrészre, hogyha lősz, akkor hány százalék eséllyel fog betalálni. Megjelenéskor nem voltak NPC-k, hanem minden más karakter játékos volt, ez később egy frissítéssel kerültek be NPC-k, akikkel lehetett beszélgetni, mert itt ilyen rádióadások segítségével próbáltak minket irányítani. Van bázisépítés is. Egy Falloutban. Amúgy ez meglepett, én teljesen elfelejtettem, hogy ilyen is van. Volt korábban ilyen survival mód 2019-ben, amikor egymást lehetett levadászni. Ez ilyen ranglistás dolog volt. Ez a PvP-s mód. Majd volt egyébként két éven keresztül, amikor a nagy Battle Royale őrület tartott, Battle Royale mód is a Nuclear Winter névvel. Egyébként a megjelenés óta 18 nagy frissítés jött a játékhoz. Emlékeztek arra, hogy ennél a játéknál volt az, hogy a Power Armor Edition mellé a vászontáska helyett nylontáskát adtak? De az influencerek azok kaptak vászontáskát? Volt ilyen is. Illetve 2019 októberre óta van az előfizetéses modell is a játékhoz, ami havi 15 euró, cserébe tudsz privát szervert indítani, 8 fős privát szervert. Úgyhogy, hát na. Ja, meg hát a megjelenésről ne is beszéljünk, de hát általában az ilyen nagy játékok megjelenésekor vannak bajok, remélhetőleg most már egyre kevesebb. Na nézzük, mutatom nektek a beállításokat, hogy hogyan fogjuk elindítani a játékot. Igen, tovább. Beállítások. Azt mondja, a képernyő kell nekünk. Ultra, magas, magas, ultra, be, minden be. Tessék, ezek itt a beállítások, hogyha valakit érdekel. Hát ez gyakorlatilag a minden maxon, annyi, hogy magyarítást tettem fel, ez nem tehát nincs hivatalosan a játékban magyar nyelv, nem kézzel fordított magyarítás, hanem ez ilyen gépi magyarítás. Azt mondja, hogy kell nekünk egy ilyen nagy karakter, és hogy új. Mert nem a bétás karakterrel akarunk játszani. Igen, ezt a játékot adták a Prime Gamingbe, ha minden igaz, ugye srácok? Ezt adták most.
War never changes. Bekapcsoltam amúgy a feliratot. In 1776, this great nation accepted that armed conflict was the only way to preserve our rights to life, liberty, and the pursuit of happiness. If our founding fathers could only see us now. From Antietam to Amiens, Okinawa to Anchorage, we have fought. And now, the Red Menace is at our doorstep. Democracy itself is under threat of annihilation. That is why today, July 4th, 2076, 300 years after our great nation began, we gather together to honor the completion of Vault 76. This sprawling underground shelter may have been engineered by Vault Tech, but it was built by you, the good people of America. So if the bombs do come, if the end does come, our way of life will endure. But not everyone will be saved. Those chosen to enter this vault must be our best and our brightest. For when the fighting is stopped and the fallout has settled, you must rebuild. Not just walls, not just buildings, but hearts and minds, and ultimately, America itself. So as we stand here today, we pray that the world will know peace. But if that is not our destiny, if war must come, we stand together knowing that here in Vault 76, our future begins. A felügyelő. I hope you all enjoyed the party last night, even those who may have overindulged and overslept. Jól látszódik a felirat, srácok? But it's time to get up and get out there. We've been locked away long enough. Today is reclamation day. Rekultiváció napja van ma. It may be time to leave, but I'll never forget the day you all entered Vault 76. You come from every walk of life, every race, color, and creed. But you all share one very important trait. Szóval a Vault-ban, a Vault-ból kilépéskor még lehet változtatni a karakteren, ez nem végleges. Na nézzük. Itt vannak a presetek. Legutóbb ebből a presetből indultunk amúgy ki, a hármasból, még a béta alatt. Na nézzük. De most a 12-esből fogunk. Jaj. Oké. Okay. Na nézzük. Itt ilyen nagyon, nagyon komoly arctestszabási lehetőségek vannak, mert hogy így rányomsz oda, hogy te mondjuk a szemöldöket akarod, rányomsz, és akkor így tudod így állítgatni. Meg ugyanez van egyébként az orral is például. Így tudod állítani, hogy például ferde legyen, balra vagy jobbra ferde legyen. Ugyanígy egyébként az ajkaknál is lehet így gyakorlatilag mit lehet még itt csinálni a hajjal. Stílus. Na nézzük. F, S, na nézzük. Megcsinálom-e magam? Nem. Nem. Na nézzük. Aha. Na tessék, akkor ez akkor már én is lehetnék a kopaszodó. Ez mondjuk nagyon komoly. Ez mondjuk nagyon komoly. Még annó szerencsére apukámnak sikerült lebeszélnie apámat, hogy felejts el ezt a hajat. Noha
jó pár éven keresztül ilyen izé oldalról a másik oldalra átfésült haja volt. Na mondjuk ez is kemény. Ez a Creeper. Hát erre nem tudok mit mondani. Ez is nagyon durva. Slick and Sleazy. Pont nem látjátok egyébként, hogy milyen nevek vannak, úgyhogy átcsúszanok addig ide. Egy jó kis karakterkreálás. Ez a matek tanár. Ennek az a neve, vagy a matek tanár. Tisztességtelen leszerelés. Mi a különbség? Ja, látom. A háttérben egyébként egy bomba ketyeg. Ha túl sokáig húzom a karakter kreálást, akkor felrobban a volt, és mindennek vége. A professzor, amúgy azt tetszik a professzor. De a hulladék is amúgy nagyon tetszik. Ronin. Azt hiszem, hogy legutóbb ez az anti-híró hajónk volt. Ennyi. Na, ez az Alpha Him. Srácok, Alpha Him séró. Na. Hulladék. Let's go, hulladék. Jó. Szín, na nézzük. Fehérített, fehér ezüst. Na hát ilyen neon színű biztos, hogy nem lesz. Na mehet. Mert a fehérített. Mit lehet itt még csinálni? Rózsaszín. Ja, hogy ez az arc? Aha! Kávé, gesztenye, réz. Most a rózsaszín van beállítva. És mehet a barnétot. Ja, még itt típus. Na nézzük, milyen szemöldökök vannak. Azt nézem, hogy van-e olyan, mint az enyém? Azt hiszem amúgy legutóbb ezt választottuk. A jó kis összenőttet. Na, valami ilyesmi jó lesz ez. Ez az ívelt, aha. Na, de ennek nem lehet bári szobrászat. Ja nem, azt nem akarjuk. Tehát, hogy amikor a szemöldökre megyek, akkor annak a színét nem lehet beállítani. Hát jó, arcszőrzet, na nézzük. Ez nagyon fura. Ez legalább annyira fura, mint amikor én leborotválom az arcom, és azt mondjátok, hogy te jó ég. Daddy O. Ember embere, renegát. Mennyivel másabb így az arca? Amúgy ez az égési sérülések is tetszik. Durva dolgok. Aha. Durva egyébként, hogy már itt a karakteren is, hogy itt változtatom az arcszőrzetet, mennyivel másabb lesz az arca. Hát ez micsoda. Aha. Oh my. Smooth operátor. Aha. Aha. Hollywood klasszik. Amúgy ez a Hollywood klasszik, lenne a karakter ez. A szörnyeteg. Mindenki kedvenc kérdése, hogy miért magyar a játék? Hát nem tudom. Én nem értem. Hogy lehet magyar ez a játék? Túlélő. Amúgy tetszik a túlélő, de vannak itt ápoltabb arcszőrzetek. Azt mondja, hogy itt látom amúgy egyet. Én ezt a smooth operátort
ezen agyaltam. Ja, szerintem amúgy ez lesz. Ez lesz. Jó. Ez mehet neki. Ez mehet neki. Mit lehet itt még állítani? Igen. Típus. Ráncos, olajos. Izmos. Hát, egyértelmű, izmos. Izmos, mint a karakterünk. Várjál, itt szájat lehet állítani, vagy ez mi? Hú, jó, ehhez nem nyúlunk hozzá. Fül. Jajaj. Típus. Széles, lomb nélküli. Hú, most látom, hogy elég fura füle van. Ilyen birkózó füle volt a karakternek. Amúgy nem nagyon változik semmi. Rosszul alakult. Ja, látom, mert az egyik füle ilyen, a másik olyan. Jó. Átlagos egy. Mit szóltak? Jó lesz az átlagos egy? Mit lehet itt még állítani? Szeme, tényleg? Hát a szemét nem állítottuk. Forgatás. Aha. Hú, ez amúgy kemény, hogy ilyet is lehet. Igen. Szín. Típus. Riasztás. Remélem van kőklopsz is. Nem értem, miért mondasz ilyet. Az amúgy nagyon kemény. A kőklopsz. A kőklopsz hagyományos szemüveggel. Jó, mehet a riasztás egy. Na, tessék. Szín. Mogyoró. Na nézzük. Asztalat. Steel. Uh-huh. Ez a véres szem. Nem akarunk ilyen véres szemet. Na jó, itt látom a tetején valamit, mondj. Hát nem a kék mogyoró lesz, hanem mehet a zöld akva. Világos zöld. Mehet a mogyorókék. Mert a magyarokék. Nagyon jó. Na, az a kérdés, srácok, lehet-e itt még valamit állítani? Homlok. Lehet a homlokán állítani. Szemhéj felső. Aha. Arcsont, állkapocs. Száj. Nem tudom, hát ez így jó, nem? Azt mondja, hogy extrák. Egy kis Jézus. Rúzs. Aha, na hát ilyeneket is lehet állni. Amúgy most valószínűleg ízét kellett volna csinálni, csajt kellett volna csinálni, a legutóbb már csávót csináltunk. Anyajegy az orrán. Foltok. Ez mi? Ja, hogy milyen színe legyen az ajkának. De hát nem is megy tovább. Ja, D. Jó, szerintem a 11-es szín az jó, durva arc. Homlok horzsolás. Végül is homlok horzsolás, oké. Okay. Homlok pattanás. 100%. 100% homlok pattanás. Csalánkiütés. Uh-huh. Na hát, itt ilyen ragyás karaktereket is. Szájkiütés, száj ciszta. Pattanások a szájban. Szájcsalánkiütés. Pattanásos nyak. Itt már innen a pattanásos nyakadat. Arcránc. Arccsontok. Jézusom. Tompa szem. A nap megperzselte. Piros orr. Eskü nem én dobtam az orrom a kokainba. Na hát, még a foltokat is be lehet állítani. Károsodás. Sepphely. Azt a rohadt. Ilyen izé, Joker. Ilyen Joker lehet. Nem, mindjárt vége lesz, srácok, itt a karakterkreálásnak. Színbányász. Uh-huh. Uh-huh. Jó. Hát akkor végül is megvagyunk.
B. Aha! Aha! Nagy, izmos. Aha. Na, tessék, itt valami ilyesmi lesz a karakterünk, jó? Ez jó. Enter. Név megadása. Lajos. Na, ugye legutóbb csináltunk egy ilyen képet, amikor így azt fotóztam le. De fontos, hogy a karakter benne legyen. Szóval erre most próbálok odafigyelni, mert legutóbb csináltunk egy olyan fotót, amin a Volt Boy volt lefotózva. Úgyhogy most benne lesz a karakter. Igen, ez így valahogy jó lesz. Mély élesség. Persze, az is kell. Mutasd a lejátszót. Uh-huh. Kifejezés. Fáradt. Aha. Ah, na, egy valami ilyesmi fejet fogunk vágni. Sad. Na mondjuk a dühös is nagyon jó. Irritált. Fura fejet vágott amúgy az undorodóra. Na. Ez lesz. Ez lesz. Póz. Térdre. Várjál. Ott nyomja a lájkot a Volt Boy pózban. Jó. Mert a Volt Boy beállás. Fényerő, szűrő. Különféle szűrők vannak, nagyon jó. Egyik se kell. Ez mondjuk nagyon durva. Vinyettás. Jó, utolsó lehetőség a keret. A keret a helyszín. Elszúrtuk? Ja. Jó van, jó ez. Jó ez így amúgy. Jó ez így. Keltsetek fel, ha már játszik. Na! Annyi még, hogy lehet, hogy egy kicsit távolabb tesszük a... Így, valahogy. Hát amúgy, legyen ez. Kész. Megvagyunk, srácok. Vizsgálj a térképet és lép be újra a fotómódba, a térkép, oké. A Pip-Boy nem elérhető. Oda néz, hogy nyomja. A hangszeres játék segít ellazulni, játsz elég sokáig, hogy bónusz hatást érj el. Oda néz. Tehát megéri a gitározás. Na, szóval kell nekünk a Pip-Boy. Ott van. Kész is az első küldetésünk, csak mondom. Kész. Rekultivációs nap. Már meg is kaptuk. Azt akartam még itt megnézni, hogy mit lehet itt megnézni. Boldog rekultivációs napot. Ma van a mai nap. Na, tessék, ha nem tudnátok volna. Már 25 éve készülünk erre a pillanatra, készen állunk, készen álltok. Amerika vár ránk, menjünk hát ki oda. Várjál, de még mit írnak ott? Megvagytok hívva. Igen. Megnyitottuk a megmaradt szeszes italadagokat és hivatalos voltek parti sapkákat. A felvigyázó éjfél előtt 10 perccel beszédet fog mondani és ő vezeti a visszaszámlálást. Jó szórakozást. Holoszalagi lejátszása. Ez hatalmas játék, srácok.
Aha, el kellett volna kapni, srácok. Imádom a minigémeket. Na, level 2. Na ez bizt, tehát hogy ebben nem vagyok jó. Majdnem, srácok. Ah, itt még van egy. Amúgy hatalmas, pont tegnap néztem, hogy a stádiumban is tök jó minigémek vannak, és hogy azokhoz is amúgy megjöttek ebben a stádiós minigémekhez. Az helyzet túl jól megy nekünk ez a minigém. Az a jó, hogy ezt még itt amúgy le lehet követni. Ugyanazt kellett volna pikkelni. Na jó. Mennyi pontot értünk el? 10.625. Jó. Jó. Na, tehát nézzük, mik vannak itt. Ha lehet kapcsolgatni a lámpát. Good evening. Üdvöd mindenkinek, srácok. A feladatunk Amerika újjáépítése. Hello. At last. Today is your reclamation day. I bet you're just bursting your... Okay. Én büszke vagyok rátok, srácok. Itt van, hogy maradjunk hidratáltak, egy kis tiszta víz, és egy kis Radix. Szomjúság mérőd idővel lemerül. Egy kis steampunk, meg redövéj. Got it? Good.
Na, és van még itt egy építőanyag. Power is key. Find your home, be it generator, wire it, power, tessék. Szevasztok, szevasztok, srácok. Join a team. Na, ott van, bulik alap. Hosszan kellett volna nyomni, srácok. Na most, most a jó, most a jó. Rajtunk van a bulik alap, úgyhogy... Buli! Fogok-e majd a többi Fallout-tal is játszani? A New Vegas kipróbáltam, a 3-at is kipróbáltam. Tábor. Camp. So catchy. Építs egy tábort, miután elhagyod a voltot. A Fallout 76 olyan, mint az Elder Scrolls Online, csak Fallout köntösben. Hát abba, ha azt nézzük, hogy online, akkor igen, de amúgy, amúgy annyira nem. Szerintem. Ne csak túlélj, hanem gyarapodj, azt, azt mondják nekünk. És a gyarapodáshoz kaptunk fekete keretes szemüveget, amit felszereltünk, meg egy tollat. Remélem jó irányba megyünk. Nagyon menő. Goodbye. Aloha. Ciao. Arrivederci. Au revoir. Auf Wiedersehen. Maya con Dios. Buen viaje. Na, válasszunk speciál loadoutot, a harcra kész lakó, best choice, ez a legjobb választás, a 20-as szintű. Fegyver, páncél, perk kártyák. A harcra kész lakó 20. szinten hagyják el a voltot, egy általuk választott special felszereléssel. Felkészültek arra, hogy belevágjanak a legnehezebb kalandokba. Illetve friss lakók a második szinten adják el a voltot egy általuk választott alapfegyverrel. Időre van szükségük a gyakorláshoz, mielőtt nehezebb kihívásokat vállalnának. Én úgy emlékszem, hogy amúgy pár óra alatt el tudtam érni a 10-es szintet, szóval azután az a jó pár óra szerintem már könnyű a 20-as szint elérése is. Mehet a friss lakó. Na, perk kártyák. Van itt egy olyan, hogy arrébb csúszok. Mondjuk ide, egyelőre. Egy Slugger perk kártyával indul. 10% sebzés bónusz a kétkezes fegyverhez. Van itt ilyen inspiráló. 5% XP, ha más páncértelem lakókkal szövetkezel. Aha, tehát ez mondjuk multiba biztos jó lehet, hogyha másokkal játszol. Action Dweller. 15% akciópont regenerálódást kapsz. Az akciópont az azt hiszem a Watch-nál volt fontos, de amúgy nem vágom, hogy így az akciópontot mire lehet használni így a 76-ban. Fegyverforgató. 10% sebzés a pisztolyhoz. Illetve az első segély. Ami steampakok 15%-kal többet gyógyítanak. Hát mehet a fegyverforgató. Ezeket a kártyákat így lehet kombinálni, és akkor hogy még erősebb kártyák lesznek. Ja, mehet egyelőre ez. Csak a piu-piu. Miért mutatja a másik karakteremet? Hihetetlen. Ezt már el akartam felejteni. Az apja a staminád, ami fogy például futás közben.
Na, hát még egy küldetést befejeztünk. Útkereső lelkek, beszélj Penningtonnal. Fedezd fel Appalachia sorsát és népét. Na. Oh, sir! Those young ladies down there, they seem exceedingly alive. Fiatal hölgyek lent rendkívül élénknek tűnnek. They haven't yet made any untoward advances, but perhaps you could speak to them? Verify their intentions are civil? A régebbi Falloutokban ott az AP az a Watchnál is el lehetett használni, igaz? Az action pontot. Van ötleted, hogy mit keresnek itt? Only that they appear to have some vested interest in accessing a Vaulthoz akarnak hozzáférni. One seemed quite perturbed when I told them that wouldn't be happening. But I'm not sure if she believed me. Úgy hangzik, mint azt mondja, hogy készülnek valamire. I've been keeping watch here long enough to már régóta őrködik itt. A páncélteremben kívüli emberek nem mindig a legjobbat akarják. I'm sorry to say it, but it's the truth. Mi történt itt kint? Until quite recently, it's been most egy rendkívül békés volt. I maintained my post, greeted latecomers, fenntartotta a posztját, üdvözölte a későn érkezőket. Natural splendor. But very recently, it seems people have come back to Appalachia. Those two and more to boot. The non-vault sokan visszatértek ide, és nem olyanok, akik a Vaultokból jönnek. És ez nagyon aggasztó, mert nem tudni, hogy mire készülnek. Nem elálltad a felügyelőt? Well, yes, but it's been some time. But she was a resourceful woman. I'm sure she's all right. Két elsőben attól függött, hogy mennyi dolgot után csinálj egy körbe. Ja, mert az még ilyen körökre osztott valami volt. És azt hiszem olvastam valamit azzal kapcsolatban, hogy aki így a régebbi Falloutok stílusát szereti, ugye egy és a kettő, azoknak ott van valami Wastelander, vagy milyen játék van, ami hasonló? Oh, do be careful out there, sir. Arra még rá akarok nézni, ne haragudjatok, hogy... Hát, ha nagyobbra tudom venni a feliratot. Hoppá, ezt nem akartam. Hát... Nem valószínű, hogy itt lesz. Párbeszéd felirat, beszélgetés történet mérete. Hát ez sem az amúgy. Hát nem tudom, hogy ezt így lehet egyáltalán. Wasteland 3. Na, le kell mennünk, hogy Lacival beszélgessünk. There's got to be a way in there. Maybe... Wait, a vault dweller? Hey there! Whoa! Just a friend here, not a threat. Just had some questions. Csak néhány kérdése lenne hozzánk. You came out of the vault, right? I thought it was empty. Wait, is the door still open? Ajaj. Miért érdekel a Vault 76? My partner and I need a way into that. Be kell jutnia neki és a társának. We got a tip from the Wayward. Heard of the place? New bar down the road. So this guy told us that after you gave him the last of our caps. And he said that cap ugye sapkának van fordítva, de a cap az nem cap, hanem ugye kupak. Our last chance to turn our lousy luck around. Szóval Wayward-tól kaptak egy tippet. Azt mondta, hogy a páncélteremben van egy nagy dobás. Na, lehet hazudni már rögtön. Mesélj a bárról. The Wayward is what passes for civilization in these parts. It's got people and booze. A pretty good place to get information, too. Mm-hmm.
Nem hazudunk. Miről beszél? A dolog, ami mindenkit visszahozott. A kincs. Van itt egy kincs? Well, yeah. There was this big broadcast, but shouldn't you know it was in there? I told you, Lacey. The guy was scamming us. Nem biztos, hogy átvert, de én nem tudok kincsről. This is the last of our caps. No. Someone has to know something. We're just gonna stick it out until we find them. Wonderful. Thanks for answering some questions for us. Én nem válaszoltam meg semmit, igazából. Seems only fair I return the favor. Van valami, amit megválaszolhatunk neked? Na, meséltek. Azt mondja, nincs nála tartalék fegyver. They sent you out here without a weapon? Be a quick trip trying to do this unarmed. Here. Na, hát egy macsetét kaptunk azért. Közben Hurka befőtt, nagyon szépen köszönöm az 5 hónap támogatásodat, és köszi, hogy a Prime-odat te is rám használtad el. Köszi. Mit tudsz mondani még erről a kincsről? Happy to tell you what I know, which isn't much. Na. Someone made a broadcast not too long back about there being some kind of treasure buried in the Nem tudják, hogy mi az a kincs, és nem is tudják, hogy hol van. We don't know where. But with people as desperate as they are, it's meant everyone with a functioning radio has come back to try and see if they can get a piece of it. Értem. Monsters or no. Guy we met at the Wayward. Carter, I think was his name. He gave us a couple of leads to chase down. In exchange for all our money. Up to us now to make something of them. Hát hajrá. About Appalachia? Other than it's a graveyard? Ez egy temető. Na, ez a biztató. Ez a hely egy temető. Really long, but from what we've been able to piece together, the area got hit pretty hard. Not long after. Well, these things showed up. A things, azok a scorched. Scorched. A felperzseltek. Merciless. They seem to have cleaned up whoever the bombs might have missed. Without people around, everything else is gone. Ugye a scorched-ok azok a gólok, akik gólok, akiket megfertőzött egy denevér. Milyen a világ odakint? We both came over from Virginia. Well, what was Virginia? There's a lot more hot zones that way. And the few spots that are livable, well, they got picked clean fast. I mean, Appalachia's dangerous, really dangerous. But it's better than where we've been. Ez egy veszélyes hely, de jobb, mint az, ahonnan ők jöttek. Na nézzük, lehet-e egy másik páncélterem lakót elmenni egy felügyelőt? Nagyon fura ez a páncélterem. She sure wasn't broadcasting it. Sorry. You might ask at the Wayward. Seems like they set themselves up to be a natural stopping point. Jó, hát akkor megyünk. Watch yourself out there. Na, ez már valami. Akkor most le is mészárolhatjuk őket, igaz? Fuha. Na, srácok, ott van. Látogass el az útkereső. Na, az kell nekünk. És ott van egy 36-os. Nyilvános csoportvezető 36-os. Üdvid mindenkinek, srácok. Ali. Ja, ott van AP. Látom, az csökken ott jobb oldalt. Na. Arany zsebóra. Amúgy megnézzük ezt. Itt van amúgy egy őz, aminek két feje van. Another day, but I still got more bricks to lay. You know, your help with Foundation has really had an impact throughout Appalachia.
Amikor látom, hogy a telepesek mit tettek, elgondolkodom, hogy az én hozzájárulásom számítem. Hey, every little bit minden apróság számít. As long as we stay focused, together, we can rebuild Appalachia. Mondják az emberek, hogy a Starfield az Fallout 3 grafika, hát még ennél a 76-nál is 100-szor szebb. Hát, mert az emlékükben minden meg szépül. It's hard work making a living out here. Na hát most, hogy kipakoltuk itt a mindenét is. Gázpalack. Fűzőállomás. Na jó. Olyan fura, hogy így nem a sprintet, csak a oldalazok. Akkor megáll a sprint. Ja, először ide le akarok menni, aztán oda. Valaki nagyon puffog, tehát. Egy kis csillagkúszó növény, meg koronvirág jöhet. Felelős. Ez itt a Gilman fűrészmalom. Na hát, akár egyébként horgászhatnának gránáttal is. Na hát ő nem nagyon akar... Azt nézd! El lehet venni a Power Armor-nak a karját, a törzsét és a fúziós magját. Wow! Which one of those berries was edible again? You're always welcome here. Na hát úgy néz ki, hogy ők amúgy annyira nem akarnak velük. Talán ő? Hello there, stranger. Na végre. Where'd you come ambling in from? Én egy fővárosból jöttem. Hát a 76-os voltból jöttem. Well, vault dwellers, are you? I've heard tell of your kind. Solved a lot of problems. And caused a lot of problems from what I hear. You wouldn't happen to be one of the problem-solving kind, would you? Take a break before heading back out to danger. I could use one of those right about now. Oh, excuse me. Let me introduce myself. Name's Lane Platt. I'm with the Responders. We're a band of self-titled do-gooders around these parts. Appalachia's filling up fast, and we're trying to keep everyone hale and healthy and off each other's throats. Ez most a legfrissebb Fallout 76, vagy a 4 évvel ezelőtt? Ez egy, amit most látsz, ez egy 6 évvel ezelőtti stream. Ez most egy 6 évvel ezelőtti stream. Csak azért mókás, mert sokan nem értették meg a hétvégén kirakott Fallout 76-os vodot, hogy az most miért került ki. Hát azért, mert nem volt kint. Ennyi. Utálom a jótevőket. I like to think so. It gives me hope that we can one day right all the wrongs in this world. Now, there's a lot going on in this neck of the woods, more than I can tackle myself. You got ferocious beasts roaming the forest, creepy cults moving into the caves, and all manner of people about ready to go to war with one another. All that is to say, I could use a hand, and I'd be willing to pay you for yours. What do you think? Neki kell egy kis segítség, ő pedig fizet nekünk. Segítek a megfelelő árért. I did say that you would be duly compensated. That much is only fair. Now, what business do I have for you today? A
forest is a dangerous place. Az erdő veszélyes hely. Not compared to other regions, mind you, but let's not lose sight of the facts. To make it safer for new settlements, we've been clearing out dangerous critters. Kiirtják a veszélyes állatokat, és a húst a nászorulóknak adják. I will happily compensate you. You can set a broken leg. Ask him for a friend. I appreciate your help. Persze, nem veszélyes állatok. Nincs olyan veszély, amit ne tudnék elintézni. Good or a headquarters in the refuge, the old lights. Lumberjack. Protectron cuts. Protectron Lumberjack. Does not require much. Na, és akkor elvileg ebbe az irányba kell elinduljunk. Hunter, ez alapból magyar? Igen, igen. Apukám tette bele a magyarítást ebbe a játékban. Amúgy zenével sokkal hangulatosabb a játék, de az a gond, hogy zenével meg még több reklám lenne a VOD-ba, úgyhogy nem rakunk bele zenét. Srácok, sorry. Apukád nem a Ubisoftnál dolgozik? Apukám mindenhol dolgozik, ami éppen trendi. Mindig oda megy, ami éppen trendi. Már nem-e Blizzardos? Hát éppen Ubisoftos is, meg Blizzardos is, meg a Bethesdánál is dolgozik. Mármint, hogy pontosabban Bill Gates jobb keze. Ja, már nem is Bill Gates van. Hát akkor mit kell mondani? Na, hát lehet egy kis kepünk. Elon Musk. Jó, de Elon Musk milyen játékkal foglalkozik? Semmilyennel, ilyen hülye Teslákkal, meg rakétákkal játszodozik. Na, mindjárt odaérünk. Közben lehet dúdolni, hogy West Virginia, Mountain Mama. Na, az útkereső. Addig megmutatom nektek itt a tehenet. Ez itt a Brahmin. Tessék. Ő ilyen kétfejű. És ahogy látom, ő is egy tehén. Mármint semmi rossz szó, csak vagy úgy van festve. Csak a csapatoknak fenntartott belső tér, egy privát terület, amely a karakteredre jellemző. Csak te és a csapattársaid lehetnek ebben a belső térben, barátok és idegenek nem csatlakozhatnak hozzád. Fontos, nagy következményekkel járó döntéseket hozhatsz a történetben. Az előrehaladás ritkábban kerül mentésre, ha egyedül vagy a belső térben. Győződj meg róla, hogy a küldetésed ellenőrző pontot kapott, mielőtt elindulsz. Kösz! A támadóval való foglalkozás. Lady, I will paint the walls with you if you don't tell me where Crane's treasure is right now. He's with us. I told you it was gonna end badly. Now I'm hoping you're here to have a drink and play nice. I've had a gun pointed at me more than enough for one day. Well, not exactly the introduction to the way where I would have hoped for. Well, sorry about that, darling. First round's on me. Az első menetet ő állja. There's something I could do for you. Nem érdekelt, hogy a csávó mit akar mondani. Lecsaptuk rögtön. Azt mondja, hogy a 76-os páncélterem felügyelőjét keresem. Overseer, huh? So you must be the one. No, I haven't seen her, but I nem have láttam, heard. De hallottam. My people found a tape she left behind for one of her dwellers at that camp across the way, though. It is a bit out of date now. Egy kazettát hagyott. Maybe you're the one she left it for. Egy kazettát hagyott hátra. Though, now that we've drifted naturally onto the topic of helping one another. Örömmel átadja, hogyha megteszünk valamit neki. Azt mondja, hogy
odaadod nekem a felügyelő szalagját cserébe, miért is? Just agreeing to lend us a hand in a little diplomatic intervention. Egy kis diplomáciai beavatkozás. See, tehát valakit le kell puffantani. Az a fiú, akit leterítettél, nem az első a bandájából. But I want him to be the last. De azt akarom, hogy ő legyen az utolsó. But my muscles run off. Normál esetben kiküldeni az embereit, de az emberei elszoktak. But I'm willing to pay good money if you. De hajlandó vagyok jó pénzt fizetni. So, what do you say? Mert egy kis diplomácia. Azt mondja, mennyit fizetsz? Miért nem küldöd a barátodat? Primarily. No? Primarily because your security, other than me right now, are one former contractor and a robot that has no guns and thinks it's a cow. Ott egy gól. To not put too fine a point on it. So I could absolutely use another set of hands if you're willing to lend them. Jó. Amúgy én megértem. Azt akarod, hogy megöljem őket? How you deal with that. Nem érdekel, hogy megölöm őket. Talk, string up their leader by his ears. Vagy felkötjük őket, vagy veszünk nekik fajlaltos szendvicseket. Hát a lényeg, hogy ne zaklassák őket. Megígéred? Még kupakokat is ad. Miért lett érték egyébként? Each of these boys. Miért lett egyébként a Falloutban a kupak érték? We can make that work for us. How would you grab the attention of a bunch of single-minded thugs? Tehát fel kell hívni a egy céltudatos gangster figyelmét. Postai meghívó, anyukám is ezt csinálta a szülinapi bulikon, bár gondolom azokra se jött el senki. Oh, darling. See, as fine as that idea is, you know, I was thinking we could take a different tact. Just give me one second. Ja, van háború előtti pénz is a játékban. Mert elveszett a gyártási technológiája, csak a meglevők maradtak és nagyon strapabírók, mert nem gyártja már semmi és pont elég gyakori, limitált hozzá és hasonló szelleme van, mint az érték, az érméknek, aha. Köszi. Not half bad. So what I have chicken scratched together here for you is the schematic for one custom-made Crane Treasure Hunting Inc. sign. If I didn't butcher the plans too bad, it's got a little system built in that'll make sending out an advertisement and getting this gang's attention a snap. You just need to build it, use the tape it spits out to tell the world you're open for business, and then convince any punks that show up to tell you where their boss is hiding. They did teach you all how to build from schematics up in that vault of yours, didn't they? Sehol nincs a Starfield-hez képest, hát figyelj. Tehát, hogy így a Starfield előtt a Bethesda ezzel foglalkozott. Azelőtt meg Elder Scrolls Special Edition, azelőtt meg Fallout 4. Szóval, hogy így érthető, hogy azért egy Starfield az technológiailag, hogy is mondjam, jobb állapotban. Nekem a metrós rendszer tetszett, ahol a lőszer volt a pénz. Komolyan? Wow, az is jól hangzik. Persze, tudom, hogy hogyan kell tervrajzokból építkezni. That's the spirit. Hey, if you need a refresher, good old Morty Mort can help you out. What are you on about, Mordecai? Hey, nah, I'm not bragging or anything, but I've got some tapes that cover that very subject. Oh, Mort, not the tapes. Well, you find yourself wanting a refresher? De kíváncsi leszek majd, hogy milyen lesz a Fallout 4 Next Gen update-je. But we should have enough lying around to cover you there. Get you together a little care package. Throw some rations in there too, so you don't starve on me. And so you know, you might have to break some of this scrap down for parts. But I can spot you some workbench materials too, since you're doing me such a big one. Who knows? Maybe you'll learn something while you do it. Now, you ready to get this show on the road? Matt. Hot dog. Be good to have those dolts off our back at long last.
Just make sure, once you find out where they're hiding, that their leader gets the message. The Wayward gets left alone. And here, that overseer tape. Sounds like she set up that camp across the way so her people could get some practice in self-reliance. Probably worth looking into if you think you could use a refresher. Oké, megkaptuk a felügyelő naplóját. Csőpisztoly, de Én most azt nem értem. Tehát a csajszi azt akarta, hogy segítsünk neki, hogy ezeket a gangstereket tüntessük el innen. Még nem is csináltuk meg a küldetést, már megkaptuk a felügyelő naplóját. Miért? Miért kaptuk meg a felügyelő naplóját? Oké. Na így. Tizenkét lőszer plusz 507. Hát akkor ez elég lesz. Olvasd el a terv, daru kincs vadászjel vázlatot a leltárból. Na nézzük, hol lehet az. Hát úgy néz ki, hogy nem itt. Nem is a fegyvereknél. Azt mondja, hogy... nem is itt válszág. A felügyelő napjolója, kettő is van. Beszélj Mortal az építésről a tábornál. El akarjuk olvasni ezt a tervet. Na, ez kell nekünk. Aha, feloldottuk. Hát meg itt ezeket a recepteket is feloldottuk. Játékos ikon megváltoztatása, látogass el az atomboltba, hát rögtön. Na, ez az a cucc, ez az atom, ez az in-game currency, ami... Vagy ez a fizetős currency, vagy ez hogy van? Ez fizetős currency az atom, és akkor... Én most miért kaptam 10-et, amikor még elindult a játék, akkor még csak 0 volt nekem. Vehetsz is és lehet szerezni. Aha. Uncle Sam. Oda néz. 33-as vault jumpsuitot lehet beszerezni. Ingyen. Na hát ez jó. Ami van még itt ingyen? Nem. Azt mondja, hogy ez meddig tart? Április 23-áig tart. A Limited Trial. A Fallout First-nek, ugye ez a subscription cucc. Persze, az ingyenes dolgok azok kellenek. Az összes ingyenes dolog kell. Ott is van. Még mindig vannak ingyenes dolgok? Az összes kell. Fú, még mindig van, de már... Nem állt rá a szemem, hogy mi az, amit kiadhattunk. Brotherhood banner.
Ezekkel lehet díszíteni egyébként a... a bázist. Ja, a táborból még valami hiányzik. Vannak itt ilyen emótok is. So sorry. Free repair kit. Na mi van még itt? Ja ez. Aha, Bright Flag Bundle. Oké, na, megvagyunk srácok. Veszély mortal az év... oké, ez akkor kell nekünk. Építsetek egy fegyverművelyt a táborba, hogy selejtezhessetek tárgyakat. Építsd meg a Crane Treasure Hunting INC táblát. Glad to hear Vault-Tec actually took care of some of their people. You hear these rumors, right, about them just throwing folks to... Hoppá, csak ki akartam kapcsolni a lámpát, mert zavaró volt. You hear these rumors, right, about them just throwing folks to the wolves. Here's some rations and a fancy suit. Well, don't you worry that smooth little face of yours. You are in good company now. Because around here, we look after one another. Now, what can I do for you? Mi történt veled? Allergies. Learn the hard way. I can't stand within 10 feet of a strawberry. Come on, man, that's a joke. Truth is, ő kint volt a világ végén. Now you see. Biztonságiakat vezettem, kocsival jött vissza, amikor érezte a dörgést. And any opportunity for someone liking me for anything other than my lovely personality. And that was the day I became, well, they call us ghouls, not the most flattering name, but still, beats being vaporized. Tehát akkor a robbanás következtében lettek a gólok, illetve azok, tehát hogy lettek gólok, illetve azok is, akik elporladtak. Ilyen érzés gólnak lenni. I mean, it's got its advantages. Main one is that radiation rolls off me like water off a duck's ass. Nem hat rá a sugárzás. Just drive through a blast zone like it's a spring breeze. Also, means I can survive in situations that would turn a normal person into a TV dinner. The major downside? Well, shit, you're looking at it, right? Head to toe disfiguration. There's also, well, you might have seen that. Nem minden gól épp elmélyű. Not sure how it happens, why some ghouls lose their minds and others don't. But ever since that turn, there's always this nagging feeling just at the back of my mind that I will have to feast on humans! Seriously? Nothing? Shit, I thought it was funny. Overall though, being a ghoul, mixed bag. Can't say I'd recommend it as a lifestyle choice. Nem javasolja a gólas életmódot. Megtanítasz a tábor használatára? Listen, friend, you happen to be talking to the exact right person to fix your predicament. But if I'm gonna help you, I want something in return. Na, mit szeretnél? Azt akarod, hogy valaki meghalljon? Csak mondj egy nevet. Whoa, not even remotely what I meant. Now, nem erre gondolsz. You're gonna help me get rich. See, aha, folks who made it gazdag akar lenni. They weren't the prospectors. They were the folks that sold them their shovels. Now, I don't do shovels. What I collect is knowledge. I can go all sorts of places you folks with your rad sucking skin can't. So, I'm selling what I've got between radar my ear holes, and you're gonna test it for me. I made these holotapes. Now, this sets all the info I dug up about that camp doohickey you bolters got.
All I'm asking is you give him a listen and let me know what you think. Hát vannak szupermutánsok is, de a minden igaz azokat így a úgymond a voltokban vagy egy bizonyos voltba csináltak, nem? Na. Persze, meghallgatjuk őket. I mean, thanks. Just come back once you've taken him out for a test drive. Now, there anything else you wanted to chat about? Mi dolgod itt? Don't have one. I mean, egy független vállalkozó. When these folks need a hand or got an errand that involves running into radiation, they come to me. Rads? They don't bother me anymore. In exchange, Duchess lets me drink. It doesn't bother me too much about my tab. Really, about the best sort of setup a guy in my situation could ever ask for. Well, at least until the tapes take off. Na jól van. Some other time then. Master Mort's edutapes. Today we're talking about your camp. Now, former vault resident or someone who killed a vault resident, let's start off with the placing your tábor elhelyezésével. When plunking down your camp, CAMP, that's an acronym, for the first time, remember to érdemes felmérni a telepet először. Remember to take the lay of the land. Consider the grade of the terrain, general defensibility and proximity to your surroundings. Could that cliff edge be used to protect your flank? You bet your chops it could. Once you found the perfect spot, it's time to move on to the best part. Tökéletes hely, akkor jött az építkezés. Construction can be an intricate process, so a steady hand and an eye for detainment details. Damn, I had to get that one wrong. An eye for details are a must. You should take a moment to familiarize yourself with the camp's patented intuitive construction interface. But don't worry. Ez de rezidens alvó. We'll cover construction in gory detail in the next of Headmaster Mort's edutapes. So long. Get your chops. Come on, Mort. What was that? Jó, szóval építenünk kell egy tábort. Na ez. Ez már kép. Itt egyébként a töltőképernyőnél azok a képek jelennek meg, amiket én csináltam. Mire gondolsz, Geek Life Hungary? Na itt egy 20-as szintű. Tehát kell csinálni egy tábort. Új, különféle küldetés érhető el. Igen, a fotómódos képernyők lesznek a töltőképek. Tök jó. Na, azt mondja, hogy Z, ha a vadonba vagyunk. Na, a Z vagy Y. Egyik sem működik. Akkor még lehet nem vagyunk a vadonban. Hát se az Z, se az Y nem csinál semmit. Hosszan kell nyomni? Egyik se csinál semmit. Építsetek egy fegyverművelyt, aha, először... Mondjuk lehet, hogy először a felügyelőnek a naplóját kéne meghallgatni.
Mondja, hogy tárgyak. Na ezt, ja nem, először meghallgatjuk a 76-os páncéltermet, aztán a tábort. Ez a sapka ad valami bónusz, vagy csak csúnya, ezért szeretjük. Hát ezt kaptuk a kezdéskor, úgyhogy az azért is vettem fel. Overseer's log, or should I say direct communication. Because whoever is listening to this had the moxie to try to find out where I've gone. But I'm glad you did. Truth is, I need your help. A felügyelőnek szüksége van a segítségre. I've decided to break protocol. Megszegte a protokollt, és elmondja, hogy mi az. If there's one thing I've learned in these past few years, it's that we need to rely on each other. There were three active nuclear silos in Appalachia. Három aktív nukleáris siló volt. They blew up the world before. We can't let it happen again. So we've got to locate and secure all of the silos. Biztosítani kell az összes silót, vagy meghalunk. Hopefully the former. But it's been 25 years. I just don't know what we're gonna find out there, or where to start. My directive was to go to the nearest population center and assess the situation. I'll set up a camp on the way once I get my bearings. Find me there. Tab, aztán Z. Ott van. Valóban, valóban ott van. Ezt akkor is le lehet rakni a piros. Itt egy meglévő építési terület van, akkor ide nem lehet lerakni. Na, tessék. Persze. Na, tessék. Happy Camper. Valahogy ez a rész egyáltalán nem hozza a Fallout érzést, alapvetően ez, hogy minden vivid meg zöldelő terület. Ura. Hát mert ez a legkorábbi. De hát attól még nyilván nem lehetne zöldelő, nem tudom amúgy, én nem vágom erre mi a magyarázat. De nyilván ez majd kiderül így a játékban. De az biztos, hogy nem olyan kopár, mint a későbbi játékokban. Hát ez a 76-ban játszódik, az előzők meg a 3-ban, meg a 4-ben. Ez jó. Na. Szóval kell nekünk az, hogy quest. Na. Na, hát ez amúgy ennyi. Tessék. Annyi, hogy én forgatni akarom, lehet olyat csinálni? Aha. Na, már a speedheket be is nyomtuk. Vannak kevésbé zöldelő területek is, amik nem ilyen barátságosak. Aha. Broadcast tape issued. Please deposit data tape into any relay system terminal. Target marked. Na, építs egy fegyverműhelyt is. Na, olyat is csinálunk gyorsan. Igen, 25 év telt el. Miért pont ide kell építeni? Igazából mindegy, hogy hova építek. A lényeg, hogy legyen egy tábor, és a táborba lerakjuk ezt a cuccot, illetve kell egy fegyverműhely is nekem. Igazából, hogy hova építek, az itt most mindegy nekem.
Csak le akartam rakni. Főzőállomás. Fegyver, azt hiszem fegyveres munkapadot mondtak. Fegyver, vagy páncél selejtezése bármelyik munkapadon lehetséges, oké. Okay. De az út mellé zajos lesz a forgalomtól, hogy fogok tudni így aludni. Hát itt már nem használnak ilyeneket. Csőpisztoly, tompa, oké, okay, oké. Okay. Hát most már van ilyenünk és tudunk szétszedni mindent is. Jó. Be kell tölteni a broadcast szalagot egy rádiótoronyba és aktiválni kell a kapcsolatot. Ez lesz az, szerintetek? Ja, látom, az nem az. Oké, okay. Akkor elmegyünk abba az irányba. Alihó, nukleáris eső a magyarázat úgy általában. Van, ahol széthordta a sugárzás, van, ahol nem. West Virginia közelében nem dobtak le bombát. Aha! Na tessék, srácok. Az akkortól fogva már elérhető egyébként. Amikortól már így fölveszem a Pip-Boyt, melyik gomb nyomására jön elő egyébként a watch? Köszönöm úgytól már, szevasztok srácok. Hú. Aha, azaz. Mr. Farmhand, ott van rajta egy szalmakalap. Ujjjj. Ezek nem kutyák, srácok, ezek vad mongrelek. Sorozat után én is felraktam az első rész, de lehet a hármat vagy a négyet kellett volna. Hát az első rész az nagyon más. Az nagyon más. Azt is amúgy a Bethesda csinálta, minden igaz, csak nem ő volt a kiadó. Nem ők voltak a kiadók. Azt hiszem. It's hard work making a living out here. Bobber! Bobber! Hát itt most nem nézünk be az épületekbe, mert rengeteg mindent lehetne lootolni. Oké, és itt majd jobbra kell elmennünk. Béna játék, nincs benne ilyen grapple vagy mental mechanika. Bezzeg a kódban. Egy kis baseball. Baseball gránát, a híres baseball gránát. Ott játszanak a kutyák, ez meg lelővi. Hát ezek nem játszottak, ezek velem akartak játszani. Itt van valahol a rádióállomás. Ja.
Well, amúgy, baszos... I don't like the fog. Even just a mist makes it harder to see. Mennyivel hangulatosabb a játék, hogyha zenével játszod? Durva. Gépi fordítást használok el? Igen, mert más amúgy nincsen a játékhoz. A dögevő jegyzete és a háború előtti pénz. Aha. Köszi a linket, Konix. PvP-t hogy működik? Azt hiszem volt lehetőség elindítani még régebben egy ilyen PvP lobbit. És akkor ott volt ilyen ranglista. De hogy most hogy van a PvP, azt nem vágom. Márcsi, köszi szépen a 15 hónapot. Peregjenek a szvegek. Aha, az már az a küldi lesz. Ez egy mellékküldetés, amit most csinálunk. Szóval a fő küldetés az áll. Onnantól kezdve, hogy bementünk oda. Abba a kocsmaszerűségben. Ott egy Scorched. Szóval ez egy trappolás volt, amit hallottam. Új expedíciók csapat jött létre. Bónusz XP expedíciók teljesítéséért. Csak kár, hogy nem érdemes rátenni a magyarítást, mert kb. Olyan, mint a GTA 5-ben, ha bármit módosítasz, kapod a bant, és itt örökös. Örököst kapsz, nem úgy, mint a GTA 5-ben. Igen. Akkor én most ki vagyok bannolva. Most éppen ki vagyok bannolva. Én végig láttam a sorozatot, és nagyon tetszett. Na, vészhelyzeti irányítás. Igen, oké. Kérjük, forduljon a legközelebbi Nemzeti Katasztrófa Védelmi Segélyszervezet irodájához segítségért. Vészhelyzet esetén az arra jogosult felhasználók az amerikai kormányzati ellátási igényeket tartalmazó holoszalagokat használhatják az automatizált NCRA rendszerekhez való csatlakozáshoz. Na nézzük, ez micsoda. Na, be kell töltsük. Melyiket? Broadcast, valami műsorszalag, ez kell nekünk. Message uploaded. Initiating broadcast pulse. Attention, all consumers.
Új üzletet alapítottam. Kérem, keressenek meg. Daru. Kincsvadászat. Társasági formában. A Prime-os. Prime-os a sorozat. És az a rendezője egyébként, aki a Westworld-nek. Jonathan Nolan? Nem tudom. Valami hasonló neve van. Valahogy így hívják, nem, srácok? Hát remélhetőleg nem kap semmit sem. Csak én inkább nem kockáztatok, hogy kirakjanak, mert megszektem az ő általuk levő dolgokat. Aha, értem. Hát amúgy nyilván nem szép dolog fájlokat módosítani egy online játékban. Valahol ezt szigorúan veszik, valahol ezt kevésbé. De hát nyilván a magyarításoknál, főleg hogyha online használod, akkor mondják, hogy csak saját felelősségre. Csak három részt rendezett, igen? A vízbe nem érdemes belemenni, ahogy azt látom. A Creaton Engine a modolásra épít. Ja, és amikor modolták, Egy pillanat. Na, azon most kopogott apukám, és azt mondta, hogy kibannolták a Bethesdától. Kibannolták, és most már nem fog tudni segíteni, mert gépi magyarítást használok. Na, szóval, hogy az van, hogy amikor így modolták a játékot, még így az elején, és egy csomó hibát javítottak a modokkal, akkor kibannolták a modolókat. A betesdások. Mármint no joke amúgy tényleg. De nem tudom, hogy azóta ezzel mi a helyzet. Annyit hallottam egyébként, azért keltem föl viccen kívül, hogy megnézzem, hogy mi volt ez a koppanás. És hát annyit láttam, hogy kalácska szalad a hordozójába, fut, és vadul mozog a szárító. Úgyhogy lehet, hogy megpróbált felugrani a szárítóra, csak leesett. Engedélyezve a modolás, olyan modokért volt ban hullám, ami például növelte a fegyverek RPM-ét és csökkentették a recoilt. Komolyan? Nem. Kötözködésnek vettem. Ne viccelj. Hát ez ilyen saját felelősségre használják az emberek ezeket a magyarításokat. Kipróbáltam, nálam a TV Shop nem futott jól, pár éves LG TV plusz minden feliratos film sorozat esetében csúszott a felirat, vezetékes net van a TV-n, szóval inkább hagytam a francba. Nálam, ami nem volt jó, az nekem is LG TV-n van, és a Netflix fut a legstabilabban, tehát a TV-n a Netflix fut a legstabilabban, az HBO az szörnyen fut, a Prime az ilyen okés, mi van még? Sky Showtime is ilyen okés, de az segített egyébként a legtöbbet, hogy van ilyen beállítás, hogy amikor a Home gombot megnyomom,
akkor ott megjelenik egy csomó minden. A TV beállításaiban ki lehet kapcsolni, hogy azon a kezdő képernyőn oda ne töltsön le dolgokat, ne jelenítsen meg ott olyan interneten fellelhető dolgokat, mert az iszonyatos módon belasítja a tévét. Nem tudom, hogy ez így miért csinálták meg így, de szörnyen akadt, laggolt minden is, minden alkalmazás a tévén. A Netflix az jól futott. Na, whoa, itt a kincsvadász. You're not Crane. The hell's going on here? Sose szoktam megnyerni a home gombot? Én megszoktam, mert onnan tudok alkalmazást váltani. Mert azt hiszem valami olyasmi van, igen. Úgy van megcsinálva, hogy van Netflix, van Disney+, van Prime Video és van Rakuten TV. Na hát, hogyha azt át lehetne állítani mondjuk a Sky Showtime-ra, vagy az HBO-ra, akkor már jobb lenne. Nekem minden nap shortcutra van rakva, amit használok. Igen. Szinten alul ez a webOS? Szörnyű amúgy a webOS. Tehát, hogy kifejezetten kevés tévére fejlesztik. I've got to get over to not here. Good luck with those guys. Nézzek, nem hagyja itt a játék, hogy végigmondjam a dolgokat. Hát ugye ez az online hátránya. Miről volt szó? Ja, arról, hogy lassú az LG TV op rendszere. Fú, na várjatok, új cuccot találtunk. Remélhetőleg itt van dögevő jegyzetem. Nem, ez kell. Ott van. Hozd ide a darut. Na, ez kell nekünk. Nekem LG TV-n van. Sex 2.heme. Nem veszélyes. Az első, aki ráveszi, hogy elárulja a kincs helyét, részesül a teljes zsákmányból. Ez az, amit találtunk. Igen, nekem is ez volt, lassítják. Sajnos nekem egy idő után a wifi se akart működni. Nálunk megy a wifi, nagyon jól megy a wifi. Tényleg az segített a legtöbbet, hogy beállításokban kikapcsoltam azt, hogy a home-ra letöltődjön egy csomó minden. És utána olyan, mint hogyha egy normális tévé lenne. Nekem nagyon sokszor úgy kifagy a Netflix, hogy ki kell húznom az áramellátásból a tévét, és csak úgy áll helyre. Komolyan? Nálunk a egyetlen egy anomália van, az, hogyha az HBO-ba, az HBO-s alkalmazásba így elindítunk egy filmet vagy sorozatot, tök mindegy. Elindítjuk, fekete képernyő, és ki kell lépni, tehát hogy nyomni kell egy visszát, és újra elindítani, és úgy jó. Na. Well, you don't look too worse for wear. Sikerült rájönnöd, hogy hol rejtőznek a gazemberek? Úgy tűnik, hogy West Virginia Lumber Company-nál van a központ. Van egy ötletem. Mi lenne, ha úgy döntenék, hogy én akarok ennek a bandának dolgozni? Na jó, elmondtuk neki, hogy hol van. So that's where their boss will be. You just need to... Wait, West Virginia Lumber? That is not right. You misheard them for sure. And that's of concern. Why, exactly? Was wandering up that way, not too far back. Ő arrafele vándorolt. That place was overrun with a bunch of those big green bastards. Mutants. You've seen those Frankensteins. If this gang was able to clean those things out of the mill, Duchess,
Ha ezek kitakarították a mutánsokat, akkor ezek a kemény arcok. Well, I wouldn't go in guns blazing, unless you got some big guns. Could try and luck your way inside, maybe see if they want to talk to you. But there was this family I ran into up that way that I'm sure has had to deal with them already. There was also this, let's say, special scrapper, who was making some pretty bold claims about his knowledge of the mill. Wouldn't be a bad idea to check in with either of them. You did me that connection, Hanszok. Nálam nincs gond, csak a Prime meg az HBO nem okés, de az HBO-nál szolgáltató oldali a hiba van, mert nem igazán szereti az IPv6 szabványt. Nekem ezt az ügyfélszolgálat mondta, amikor reklamáltam náluk. Wow. Micsoda gondok vannak. Jaj. Mesélj nekem erről a családról. Az Anchor Farmon vannak. Jó. Tyler megyei városközpont. Probably have a better chance he'll share what he learned with someone who still has an entire face. Well, that's a good thing. Jó, megyünk. That's all I've got. If you haven't already explored up that way, the fastest route back would be via Vault 76 and trekking north from there. Visszaút a 76-osban, micsoda? Amíg nem jártatok arrafelé, a leggyorsabb visszaút a 76-os felé. Na várj, csak... Öld meg a banda vezért, vagy győzd meg, hogy hagyja békén az útkeresőt. Illetve kérdezd meg a családot az Anchor Farmon, beszélj Tyler megyei városi csarnokba a selejtezősökkel, illetve visszautazás, gyors visszautazás a 76-os Vaultba. Oké. Okay. Hát én amikor így nagyon akadozott a tévé, akkor elgondolkodtam azon, hogy vegyek ilyen Chromecastot, de azért örülök neki, hogy nem kell egy plusz eszköz az, hogy így... kvázi okosan használjam a tévét. Na, hát akkor van fast travel. Van fast travel. Csodálatos ez a töltőképen, én nagyon tetszik az első karakterem. Na és akkor ott van az Anchor Farm, ott a Tyler megyei városi csarnok, jó. Emlékszem, amikor idejöttem a bétába, akkor itt volt egy robot. És azzal harcoltam. Ja, az első karakterem, Eldir, azóta sokkal barátságosabb arca van a karakteremnek. Mondjuk nem vágom, hogy hogyan lehet megmutatni, mert itt forog ezzel rá, de... Ja, én ebbe az irányba indultam el annó. Igen, még két nap és jön a Fallout 4 nagy frissítés. Jézus! Fura hangot adott ki. Hogy lehet elrakni a fegyvert egyébként? Csodálom, hogy nem veszel fel mindent is. Az a helyzet, hogy a Starfieldből már megtanultam. Ott már megtanultam, hogy
Nem akarok mindent elrakni, mert az a helyzet, hogy ha mondjuk ki akarok lootolni egy házat, akkor legalább háromszor kell fordulni. És ezt elengedtem. Na itt vágni kell egy kis shortcutot, igen, R hosszan. Köszi szépen. Amúgy mit tudok akkor csinálni? Mario Superhan, hogyha elteszem a fegyvert. Az egyet mindjárt elé leszünk. Hát, tényleg amúgy azok után, hogy így bele-bele hallgattam a Fallout 76 bétás streambe, ami így hétvégén került ki a VOD csatornára, majd a Yenter csatornára, YouTube-on. Nagyon sokat hozzátesz a játék zenéje. Ja, ó, köszi szépen, értem már, hogy tehát azt mondod, hogyha elteszem a fegyvert, akkor hogyha megfordulok, akkor meg tudom mutatni a karaktert előről. Köszi szépen. Ja, a sorozatban is jók voltak a zenék. Üdv a horgonyfarmon. Not supposed to talk to people like you. Szóval nem szabad velünk beszélni. Plenty of unclaimed space up the road. Maybe you should give it a visit. Nem nagyon akarnak. Mindannyian a kincsért értetek? Treasure. Nothing but trouble. We'd hope to start new lives here. Private ones. So much for that. Ők csak itt új életet akartak ezen. Meg akarsz szabadulni tőlem? Trying to let you know your trespass. Próbálom tudatni veled, hogy birtokháborítást követszem. Újak vagytok? Just like everyone else. Mint mindenki más. Except we like our privacy. Elvileg van drop a játékhoz? Nocsak. West Virginia no. Nem tud róluk semmit. Most pedig távozzunk. Észlelés, karizma, erősség. Na várjál. Most? Négyes szintre mentünk. Fizikai erő, hogy mennyit tudunk cipelni. Mik vannak még itt? Észlelés, közeli jelenségek észlelése, lopakodó mozgások észlelése, igen, jó, fegyver pontosága a watchban. Lehetővé teszi, hogy magasabb pontszámú perkeket osszatok meg, igen. Csoportos küldetésekből származó jutalmak, cserekeles, aha, jó, hát akkor mehet az erő. És... ez kell. Perk kártyapak. Na, azt mondja, hogy mehet az STR. Kétkezes közelharci fegyvereid mostantól 10%-as többet sebeznek. Egykezes 10%-kal több, az ütés 10%-kal több. Az összes vegyszer súlya 30%-kal csökken. És ez szintet is tud lépni. Fallout 4 végigjátszás lesz, nem? Sőt, a Fallout 76 végigjátszása lesz, meg korábbi Falloutok végigjátszása se lesz. Lehet majd egyszer, igen, de most így nincs ilyen tervben.
Na, megcsináljuk a nagyobb rangú kártyát. Az, hogy itt most milyen kártyát választok, ez most befolyásolja azt, hogy melyik statom hanyas? Tehát, hogy vagy ez mit befolyásol ez a special, srácok? Mi az, hogy T, szintlépés 2? Ez azt jelenti, hogy ezek itt a hotkeyek, a gyors gombok, és a T zárójel bezár, az azt jelenti, hogy a T gombot kell megnyomni ahhoz, hogy a két szintlépést tudjunk eszközölni. Tegnap olvastam egy cikket, hogy a Bethesda nyilvánosságra hozta a sorozat szereplőinek a Fallout 76-os perk buildjét, az elég olyan. Ilyenkor pontot is kapsz és kártyát is. Előbb érdemes megnézni, milyen kártyáid vannak, és az alapján választani is pontot. Aha. Nem néztem meg, hogy milyenek vannak. Na hát akkor Matt egy A modest fellowship expands. Praise the sub. Oda néz. Egyes, meg kettes, az már úgy hármas. Na és akkor itt vannak a kártyáink. Egyben esélyed van arra, hogy extra húst találj állati tetemekből. Na, nekünk úgy néz ki, hogy ezek az ások kellenek, az agilitisek kellenek. Futó sebessége 10%-a nő, ha a pisztoly van felszerelve. Mert... alá esik az életerő, de automatikusan steampunkot használsz. Ezt nem lehet berakni. Nagyon 100% esély van arra, hogy extra elsősegély kemikáliát találsz vegyszertartályba. Nagyon 100% esély van arra, hogy plusz lőszer találunk. Na tessék, azt berakjuk. És akkor ezt azért nem lehetett berakni, mert az agility-n 2 van. Tehát akkor az STR-ből tudunk berakni még 2-t. Nem már... Ja, mert hogy úgy van, hogy ha 3-as az STR-ünk, akkor 3-as értékűt lehet berakni, vagy 3 darab 1-est, vagy... egy kettest és egy egyest. Aha, oké, tehát akkor még intelligenciát is lehet berakni. Jó. Endurance-t is, minden ital további 25%-kal oltja a szomjat. 30%-kal csökken az esélyed arra, hogy elkapja egy betegséget az ételből, az mehet. Karizma. Hát igen, ugye másokkal együtt fogunk játszani. Igen, főleg együtt. Na, és akkor itt meg egy kártyánk van, ez, hogy steampunk visszaállít elveszett életerőt. Novák, köszi szépen az ajándékot Tomika számára. Köszi a támogatásodat. Nice. Köszi amúgy az infót. Ja, és szét lehet amúgy ezeket zúzni. Can't take a hint. West Virginia, no. Na, úgy hangzik, mintha tudnál valamit. Szívesen kiverném belőled, ha csak nem akarsz beszélni. No. Look. We worked out a deal with them. Supplies for protection. We can work out one with you. What do you want to know? Mesélj az üzletről, amit kötöttél. Once a month. Food, ammo, scrap. Murray and me take it up to the mill ourselves. Blue Danube, az lesz a jelszó. Blue Danube. Van fogalmat, hányan lehetnek a bandában? Plenty. A dozen. Rengetegen. They don't let us in the main building, so I can't say how many were camped out in there. Honnan jöttek? Bunch of cons from back east. Egy rakás fegyenc keletről. Not like the Blood Eagles or the Scorch say. You can reason with them. They don't know how lehet velük alkudozni. We do. So we worked out a deal. You have something you can offer them? You probably can too. Na, megölöm ezeket a fickókat, kezdheted inkább nekem adni az ellátmányokat. You do that. Maybe I can see having a little something set aside for you. One time though. Then by all means, beat it. Köszi, Novák, szevasztok, skacok. Jó, hát ez amúgy ennyi. Bye. Mm-hmm.
Egyet, atombomba közeledik. Attention citizens, nuclear strike imminent. Please exit the area at your earliest convenience. Death from a bow. Thank you for your cooperation. Mi? Hogy micsoda? Most nem úgy mit akar a játék? Ezzel kapcsolatban. Nem akarunk ilyet. Mindjárt kapunk egy bombát a nyakunkba. Kis bugya. Ajaj, baj van. Oké, még van egy. Kettő. Jelezte, hogy bekapcsolt szerintem a perk, vagy mi az, a kártya, amit így aktiváltunk. I don't want... Ho-ho! A piros kör jelző, hogy hova fog becsapódni az atom. Ja, akkor nincs baj, akkor jó. Térképen van egy piros kör, oda megy az atom, az egy endgame event, elég látványos, real kilövik valahonnan, nem csak úgy leesik magától. Akkor ez olyan, mint a Helldiversben, az is mondjuk menő. Oké, jó fele megyünk, megnéztem. Meg kéne nézzük egyébként a többi fegyvert. Na szóval van itt ilyen, hogy csőpisztoly, azt hiszem a... Hát én nem tudom, melyiket használhatjuk. Fegyverek. Becsapódott. Tehát nekünk ez a 10 méteres pisztoly van, igen, sebzés 17, 13, cső revolver 30-as sebzés. Hát kár, hogy ebből nem látunk semmit. Cső csavaros pisztoly. Ja, és akkor ott mutatja, hogy melyik mínusz, melyik plusz. Rövid vadászpuska. Na jó, amúgy ezt a csőcsavaros pisztolyt ki kéne próbálni, mondjuk azt. Na. Az van, hogy ebben nincs sok lőszerünk. Üdvét mindenkinek, sáncok közben, ali-ali. Van egyébként ilyen rádióválasztó is a játékban, és akkor
többféle zenét is tudsz hallgatni, meg elvileg valamelyiken ilyen adások is vannak. Hihetetlen. Nem bírnak magukkal. Jó. Perkek, még jól kell döntened, mert ajánlatos arra pakolni, ami kell. Na, tele is vagyunk. Jó. Dobáltunk egy-két dolgot. Liebowitz. Hey, get the hell out of here. Oh, yeah. Not one of those creeps. Well, you here to rob me? With jokes on you, don't get nothing. Biztos vagyok benne, hogy találsz valamit, add át, amit van. Jó, először beszélni kell velem. Miért bújik? Hallottam, hogy azzal dicsekedtél, hogy mindenkit ki tudsz kergetni a West Virginia-i lumberből. You talk to the well-done guy, huh? Well, yeah, I got a little trick up my sleeve. Could kill them all, if I wanted. But I'm not just giving it away. You gotta get me something. Neki is kell valami. Nem, ingyen adod nekem. 8 plusszal odaadnál nekünk ingyen. Mit akarsz? Neki egy tojás kell. I'll give you what I got. Jó. Something nasty enough that I don't want to do it. Valami elég csúnyától lopjuk el a tojást. Government issued kormányzati astral transporter. Snagged it on my way out of the lab. Takes your physical form and drops it right into the astral plane. Makes you nearly invisible. Láthatatlan nem tesz minket ez a cucc. Majdnem láthatatlan nem. Ja, de nekem ki van kapcsolva a rádió rész. Ha van valami, ami láthatatlan ne tesz, miért nem ragadod meg magad? Makes you invisible, not agile. I can't run so nem good tud olyan jól futni. But I bet you can. Mind the locals out there. Oké, tehát akkor erre kell mennem. Gondoltam, gyorsan megcsináljuk ezt a mellékküldetést. És akkor megyünk a főre. Tehát gyorsan mellékküldetés betesd a játékba, az olyan annyira nem nagyon van. Raider Scum. Várjál, te rám lőttél? Oh,
most nézem, mennyire levitte a HP-mat. Na, mehet egy kis sajt. Hoppá. Azt mondja, van itt ilyen... víz. Cukorbomba. Mehet egy kis dinnye. Hoppá. Korcs kutya húsát, az annyira nem jó. Nagyon fertőző. Na mehet a steak. Tökéletes rágógumi. Vodka. Aha. Nyomunk egy ilyen... egy ilyet. Na, hát ez a hercegnő drámája, ez jól tölti a HP-t. Ilyen kis boldog lett ott fönt. Szeva az a... Írta nekem is Lukász? Nem, nem írt Lukász. Gondolkodtam, hogy ránézek amúgy, hogy milyen most a játék, főleg azután, hogy hétvégén kitettem a bétás gameplayt még a 6 évvel ezelőtt itt, és azt mondták az emberek, hogy ez egy átverés. Ez egy átverés, mert hogy miért rakok ki egy 6 évvel ezelőtti videót? Pedig hát elég egyértelmű, hogyha valami nincs kint, akkor az, hogy kint legyen, ahhoz ki kell rakni. Ja, vágom. A Bethesda-s van, hát tud Fallout First hozzáférést, ha érdekli az ember. Aha, ja, az az ilyen privát lobby, meg havi atom. Igen, az megvan. Az amúgy menő, köszi az infót. Na itt úgy kéne átmennem, hogy ne fájjon nagyon. Let's go! Egy kis sugárzás, mi baj lehet? Köszi az a jó gémet majd neked, ha nyomod. Deathclaw sziget. Milyen bíztató neve van ennek a helynek. Professzionális oszlopozó voltam WoW-ban, arénában. Még 20 éve. Na jó, hát mindjárt halunk. Ez ennyi volt. Máig tart egyébként a First-nek a trial-je. Nyom, hogy help! Somebody help! Hát ez ennyi, srácok. Válasz ki az újrakezdési helyet. A szigeten. Hát egyértelmű, hogy a szigeten kezdünk. Na, hát... Ja, mert nincs is olyan sok HP-ja. Akkor mindjárt meghal.
Mindjárt meghal, srácok. I don't want... Hol vagy? Nem iszunk piszkos vizet. Na jó. Hol vagy? Visszabújtál az ódodba? Ja, mondjuk neki csak a tojás kell. Kész. Jó, ez nem vált be. Nem vált be! Olap! Fa! Dühösnek tűnik. Ez mi volt? Ki volt az? Ki volt az? Valaki káeselte. Hát nem kaptunk túlzottan sok XP-t, de nyilván ez úgy van megcsinálva, hogy csapatba játszunk, és akkor csapatba már így azt mondod, hogy ú, de jó. Na! Takarítsátok el az ellenséget. Micsoda? Kinek mi a véleménye? Inkább a 76-ost, hogy a 4-est érdemes elővenni egy kis Fallout feelinghez. Hát a 76-os az... arra mondják azt, hogy az a legkevésbé Fallout. A hullámból vissza lehetne szerezni valamit? Igen? Megnézzük. Most részt vehetsz a PvP-n. Mégis a 4 vezeti a statisztikát. Ja, én a 76-ról beszéltem. Ja, értem, hogy a New Vegas mondják a legjobb Fallout game-nek. Nem vágom amúgy, hogy milyen a 4, az, azt még nem próbáltam. Na, hát egy kicsit megmártózunk megint. Egy kis sugárzás. Mász már ki. Így van, beveszünk egy redövét, aztán minden jó lesz. Jó kérdés, hogy hol haltunk meg. Valahol egy... fának a tövében. Valahol itt haltunk amúgy meg, nem? Nem tudom, hogy hol haladtunk meg. Itt. Ez voltam én. Valószínűleg ez voltam én. A Fallout 4 olyan rekordot is megdöntött, ha minden igaz, hogy így a launch top player számot is.
Ezek itt micsodák, srácok? Ha eltakarítom az ellenséget, akik ellepik a műhelyt, Tyler Dirty Track, a műhely az enyém lesz. Értem. A 76 dönt... Ja, hogy a 76 döntötte meg? Valamiért akkor kevertem a 4-gyel. Köszi az infót. Ellenség van a közelben. Micsoda tépóz volt itt, azt láttátok? A klasszikus tépóz. Az egész Falloutot nem vágom, miért van ennyi fajta féle? Pedig annó egyszer vettem egy kollektorozós kiadást, amihez volt ilyen menü műanyag karpánc, amiben letöltötted az appot és be tudtad tenni a telefont. Az mini PC vagy mi a kezén van a karakternek. Ó, ez egy kihívás volt. Pedig amúgy királya Fallout. Lore, bármint amit így az ember így mondjuk a sorozatból például megtud. Vagy ami így szembe jön vele az interneten. Feladat kötőjel nem aktív. Ja, látom. Ja, és akkor most már lehet klémelni a műhelyt. Kics zacskót keres, azok lesznek a cuccaid, amit a halálodnál elejtettem. Hát akkor azok most már ott maradnak. Azok ott maradnak. 25 kupakkal lehet igényelni ezt a műhelyt. Más játékosok kezdeményezhetik a PvP-t veled, hogy megpróbálják tőled igényelni. Let's go! Saját építőanyag, hozzáférést biztosít gazdag erőforráshoz. Építs védelmet. Oké. Okay. Uh-huh. Jól van. Alumínium hulladék a jutalom. A 76 multis PvP-s cucc. Hát szerintem inkább egy multis Fallout. Lehet PvP-zni is, de szerintem nem az a lényeg itt a játékban. Mármint, hogy lehet, hogy az endgame-be igen. Azt nem vágom az endgame-et. Nem vágom, miért játsszák az emberek a Fallout Automatot. Én ezt úgy játszom, mint egy Falloutot, nem pedig úgy, mint egy multis Falloutot. Hát ez még az eleje, érted? Mi van? Kifagyott a szerver? You find me my egg? Így van, megtaláltuk a tojásodat. Elküldtél egy szigetre, ami tele van halálkarommal. Now you understand where I didn't want to go. So get me my egg or not? Remélem nem olyan lesz benne a multi, mint a Red Dead Online, hogy questre és közül valaki odajön és pofán lő. Ez nem hangzik jól. Well, hello, that is a beauty. When you're hatched, you're gonna call me Papa. Here, those are my end of the bargain. Make the most of them.
A PvP opcionális, de szerencsére a játékosok ebben az egy játékban a PvP-t nem preferálják. Na, megvan ez a cucc, amivel láthatatlan tudok lenni, mert csak az arra kéne rájönni, hogy új cuccok. Stealth boy. Tehát van ilyen stealth bolyunk, 30 másodpercig láthatatlanná tesz. Oké. Ebből kaptunk 3-at. És akkor most szerez vissza az elejtett zsákmányt. Ja, látom. Látom amúgy. Srácok, nekem miért van ilyen pride-os zászlom? Édes Istenem, hogy lehet átállítani? Ezt hogy lehet átállítani, srácok? Beklémáltam minden ingyenes cuccot, és a Pride zászló is köztük volt, és Pride-os lettem. Z. Biztos a Z-nél kell. Közösségi. Várjatok, átmegyünk ide. Ajaj. Na és akkor ikonok. Na. Most jók vagyunk? Jó. Fú, jó. Nem Pride, hanem szivárvány. Hát ez Pride-os. Mármint, hogy így az volt odaírva. Emlékeim szerint a shopban. Védelem, Tyler, akármi. Na, valaki, micsoda, valami patkány, aha. Jó. Valami patkányok megtámadták azt a helyet. Te is most kezded el a játékot, hajrá. Az Atomic Shopba az atomboltba lett. Köszi amúgy. Azt hittem, hogy van ilyen külön profil felület. A titkolom csak rosszabb lesz. Hát én az alap ikonnal akartam játszani, nem akartam semmiféle ikont beállítani. Majdnem jó irányba mentünk. Kemény egyébként, hogy ilyen hosszú a... Tehát, hogy kemény egyébként az, hogy ilyen hosszú a egy mellékküldetés. Mármint így az első között. Jó, hát mondjuk nyilván az első között. Jézus. 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 Hát ezek meg mi a fenék? Kis fáradt olaj. Higított steampacket lehet csinálni. Persze.
Tetszik a kalapom? Na, örülök, örülök. Amúgy nem tudom, hogy van-e már azóta más. Bőrcucc. Ajaj. Hát... Nincs más cuccunk. Mennyi az annyi kérdőjel? Az a helyzet, hogy ha ilyen kérdéseket tesztek fel, akkor lehet, hogy a haverotok megérti, de akivel így nem beszéltek nap mint nap, az így most nem tudja, hogy mire gondolsz, érted? Neked is droppol a játék néha random, nálam igen, nem tudom miért. Nem tudom, én nem éreztem olyan nagy droppokat. Amúgy. Ez olyan elfut a laptopodon? Eléggé Skyrim szintű a grafika? Hát... Igazából megveszed, megnézed, nem megy, refundolod. Vagy nézel róla videót. Izombari. Mennyi most a game árban? Nem tudom. Nem tudom. Én mondjuk előbb írnám be a keresőbe, hogy mennyibe kerül egy játék, mint egy chatre, ahol nem feltétlenül adnak jó válaszokat. Vagy eltérő válaszokat adnak, értem. Na, ilyen kis robotokkal, ilyen liberátorokkal találkoztam, amikor bétáztunk. $40 a Google első találata szerint, ami 2 másodpercbe került. Hú, ez a Konix srác, ez aztán tudja használni az internetet. Igaz, de ez most ingyen van, nem? Hát, hogyha van Prime Gaminged, akkor ingyen van. Azt hiszem még ingyen adják. Nem kérdeztem meg, hogy lehet-e veled venni picit, vagy arra nincs számomra lehetőség? Nem akarok most másokkal játszani. Így a saját tempomba így megyek, pufogtatok, de biztos lesz majd közös játékra alkalom. Most az egyetlen közös játékom a WoW. Mennyire jó a gépi magyarítás a játékhoz? Ugyanannyira, mint a legtöbb gépi magyarítás. Vannak szituációk, amikor így teljesen értelmetlen, mármint hogy itt most nem figyeltem annyira pontosan, de amikor játszok gépi magyarításokkal, akkor olyan a gépi magyarítás, hogy a semminél jobb, de néha rosszabb. Mert van, amikor egy szituációt teljesen félreért, és hogyha nem tudsz egy csöppet sem angolul, akkor teljesen félreérted a helyzetet, mert van olyan, amikor így mást feltételez. Szóval, ha az angol tudásod nulla, és elfogadod azt, hogy amit olvasol, az nem feltétlenül úgy van mindig, amit olvasol, akkor jó. Azt mondja, azért jöttem, hogy beszéljek a főnökkel. Oh yeah? What's the password? Yeah, so az valami Duna. Kék Duna. Mondtam. Nem tudom, hogy még a Prime Gamingben benne van-e a Fallout. De azt tudom, hogy egy hete, vagy mikor, amikor mondtátok, akkor benne volt. Go on through. Go on through. Még mindig benne van? Zsír. Győzd le a vakond patkányokat. A bobröket le kell győzni. Benne van még mindig, és a Game Pass-ben is benne van az összes Fallout játék. Zsír! Köszi az infót, srácok.
Ha várjál, rossz küldetés van, szerintem kijelölvám. Most nem jó. The hell you looking at? Mi most lent lehet? Nem... Ja, aha. Oké, megvan. No one's heard from Batter. Suspect he finally managed to get himself killed. Batter was a long shot anyway. Always figured it'd take someone coloring with a full box. Jackie és Roper. What? Te vagy az, akinek van jelszava? Presume someone gave it to you because they thought you could be useful. Name's Roper. Now, explain to me why the hell you're taking up my... A szabad és esetleg érdekel valakit, szeresen bedobok ide egy Xboxos kódot a Prime-ból, mert én nem tudom használni ezt, köszi ilyen. Ó, köszi szépen egyébként. Köszi szépen. Magyarázzak, hogy mi a fenért veszed el a levegőmet. A volt 76-os felügyelőjét keresem. Nem is tudta, hogy hasonlít egy teljes dobozra. I suggest you get the hell out of here. Na, azt akarom, hogy hagyd békén az úttöröt. Is that so? And why exactly would I do that? Mert ha nem, akkor mindjártokkal végtagról végtagra téplek. Mindjártokat végtagról végtagra téplek. Mert én vagyok Crane, és tudom, hogy hol van a kincs. Sure we will kill. Na, mehet. Jackie, te miért vagy ilyen kemény? Recoil kompenzált csontvágó. Ó, steampack. Na, nyomunk egy redövét. És nyomunk egy steampackot is. Jó. Kitől tanultál ilyen jól tárgyalni? Hát ugye ez egy diplomáciai mission, srácok. Hoppá, sör. Páncél munkapad. Fegyver munkapad is van itt. Jó, megyünk tovább. A tárgyalásnak vége. Neszállj meg így megirigyelni a magas szintű diplomáciámat? Szia! Na. Veszély. Hát, mert ki milyen fegyvere van? Egy cső revolver. Automatikus csak cső puskából lőtt ránk, srácok. Ezt csak ki kéne próbálni. Rövid kompenzált csavaros csőpuska, de az nem automatikus. Na nézzük. Négyes. Aha. Szóval, hogy egy ilyenből túrtak meg minket. És akkor van itt elvileg egy ilyen.
nincs valami hatás, nem, ez a revolverem a kb. A leghatásosabb, mert a többi ez nincs nagyon töltény. Hogyha lenne töltény, akkor lehet, hogy a többi is jó lenne. Na, amúgy... Ha végzek, akkor... nekem is van egy kódom, mert én nem használtam még fel, srácok. Na jó, innen a leggyorsabban ki kéne menni. Please no támad. Jó. Ők kezdték, srácok. Itt biztos ki tudunk ugrani. Vagy mondjuk ott? Na, kész. Oké. Hagy üzenetet. Micsoda? Hagy üzenetet a bandának. Aj. Lehet, hogy olvasni kéne néha. Az micsoda? Ötös szintű? Wow. Csináltunk egy kis helyet. Annak valami snipere van. Vagy nem tudom, olyan snipernek tűnő fegyvere. Hát lesz majd amúgy jobb fegyver nyilván, de hát még ugye az elején vagyunk. Kíváncsi vagyok, hogy milyen fegyver volt. Csőpuska. Ajaj! Föntről lőnek ránk. Köszi szépen, srácok, itt a kód osztogatásokat. Rendes tőletek. €40 az mennyi forintba, srácok? 13 000? You have returned. Az elég üzenet lesz a bandának, hogyha mindenkit kinyírunk? Jaj, amúgy... Igen... Leader D, köszi szépen a 15 hónapot. Köszi a támogatásodat. 13, van az 16 is. 16, aha. Uh-huh. Köszi az infót.
Köszi szépen, Liderdi, a támogatásodat. Valaki itt fölül van. És akkor most végeztünk. Nem akarunk itt mindenkit kiirtani. Ne lövöl. Istenem. €40 a játék. Na! Én úgy láttam, hogy kötözködött, srácok. És akkor most mehetünk szépen vissza. Igen, igen, támadni akart. Nem tudom, hogy van beállítva a játék, abból a szempontból, hogy milyen távoli textúrákat töltsön be, de vicces volt az előbb látni, hogy így kicsit előrébb mentem, és így betöltött ott a túloldalon a zajnövényzet. Na, amúgy igazából ezt akartam csinálni, Csóri, ami miatt pont timeout-olta a bot, de hogy a GG deal szerint 9€-ért is be lehet szerezni a Steam-es verziót, nem keyshopon. Az elég király, az elég király. Tehát 9€-ért van amúgy a játék, akinek nincsen prime-ja. Azt nem tudom egyébként, hogyha valaki most a Prime videóra előfizet, amihez van Prime Gaming is, ami 900 forint összesen, hogy akkor már rögtön megkapja a Falloutot, vagy várni kell egy hetet. Szevagabesz. Később az utazás úgy lesz gyorsabb, hogy több helyre tudok majd fast travelozni, vagy hogy lesz ez majd gyorsabb, srácok? Prime, ha vagyok, nekem elérhet a játék, de nem tudom új előfizetéssel mennyire működik. Ja, most igazából az lett volna a kérdésem, hogy vajon új előfizetésnél mi újság. Bobber! Bobber! Pár éve azonnal hozzáfértél mindenhez? Hát nem tudom, hogy... Ugye a... Jézus, Bobber! Az előfizetés az például úgy működik, hogy várni kell egy hetet. Saját táborba ingyen lehet utazni, aha. Neked trial-ben van a Prime-od, és már tudod tölteni a játékot. Ó, oh, zsír. Édes Istenem. Most akkor hol?
Most meg ott van. Most már nincs ott. De valami fölment a levegőbe. Most meg már ott van. Fú, mi ez a játék? Most itt van. Hát nincs is itt. Ez jó. Ez jó amúgy. Beragadta a föld alá. Ez egy jó kis első benyomás így. Mondjuk nincs játék, amiben nincs bug. Vagy az egy nagyon egyszerű játék. De ez így VTF. Na. Kész. Igen, ezek a híres kőbeásó vakondok. Nem hallottatok még róluk? Ó, lett új pisztolyunk. Ó, és ott van csőpuska. Ja, nagyon, nagyon, nagyon csöves ez a fegyver. Mióta nyomjuk? Hát egy 2,5 órája nagyjából, és azóta a 6-os szintet sikerült elérni. Mondjuk nem ide kell visszajönni. Hanem oda kell visszamenni. Négy kupak a gyors utazás. Az első karakterem, amit láttatok itt a loading screenen. Ez az első karakter, amit még a bétába csináltam. Mostani karakterünk, ő így néz ki. Hát, hogy is tudnám jól megmutatni, mondjuk ide beállunk, és akkor tessék. You're back. You managed to get those punks out of our hair yet? Átadtuk neki az üzenetet. Well, that's good to hear. Though judging by that look in your eye. Nulla kérdése van a tárgyalási módszereimmel kapcsolatban. But you did good. Shows maybe you could be trusted, maybe. But there's still the issue of my missing muscle. They went out chasing some unsavory characters. A verő emberei még nem jöttek vissza. They're two of the tougher cookies I've met in my day.
So them being gone this long means something happened. You track them down? Maybe I remember a thing or two about this Crane fella. Szóval tudod, hogy hol van Crane? Az én koromban az emlékek megbízhatatlanok. Ugye az ő korában. But I bet you finding my people would help refresh it. Mit tudsz mondani az eltűnt emberekről? Missing person number one's named Polly. Got a transmitter in her. You could track her with your little radio there. Polly-ban van rádiós nyomkövető. Those two are closer than Polly és stilettos. So if you find one, the other's likely close by. Find them for me, and I'll pay you for the privilege of getting to yell at them in person. Hát nem szokványos feje van a csajszínak. Poliban van ennyi eladó? Little something I slipped under her exterior plate in case she got carried off. Említettem, hogy ő egy harci robot? Right? Nem. A friendly one. I got her reprogrammed when I bought her, so she's not gonna hurt you. Unless they bashed up her combat inhibitor. Well, then, all bets are off. I made the same offer to Saul regarding the tracker under his exterior, but he declined. Go figure. Jó. Kiderítjük. Appreciate it. Polly's tracking frequency is 99.7. The once proud home of Appalachia's smooth jazz. I figured someone should get some use out of it. Find out what happened to him. If I need to find new people, I'd like to at least ensure I tried to do right by the old ones. 112 kupakunk van. Na és akkor cseréljünk. Az én készletem, na itt van a pisztoly, és akkor na eladjuk srácok a kalapot, mit szóltok? A buli kalapot. Itt van egy jobb védelmet biztosító cucc. Ötös szintű. Oké. Okay. Néz ki, hogy mákas darabból is van jobb. Ballából miért van kettő? Ja, mert hogy ezek kis kondíciójúak. Oké. Okay. Csontvágó. Gondolom azt így szét lehetne szedni. Hát ezt a csőpuskát nem akarom használni. Revolver az maradhat. Jó, eladjuk azt is. Az jobb állapotban van. Eladni a kedvelt terméket. Ezüst villa. Ja, azt is valószínűleg szét lehet szedni. Fekete titán törmelék. Na nézzük. Most érték szerint van rendezve. Súly szerint akarok rendezni. Aha, tehát ez a rövid vadászpuska, ez 6-ot nyom, ezt eladjuk. Halálkarom kéz. Wow, micsoda pisztolyunk lett. Azt is meghagyjuk. Ez mehet el. Hát nem, az még maradjon. Raider balkar. Ennek kicsit nagyobb a súlya.
de ez nagyobb ellene. Ja, mondjuk a halátom. Nem tudom, mi lehet az a villám ellenállás, meg mi az a pajzs ellenállás. De a Raider jobb a pajzsban. A villám, az nem tudjuk micsoda. Halál, karom, hús. Korcskutya hús is van itt. Na jó van. ...412 XP-t kaptunk, azért mert eladtam pár cuccot. Az lehetséges. Nem tudom, nem tudom mi lehet, tényleg. A... Amúgy ott írja alul, tehát van a pajzs, meg van a villám. Nem azt akartam oda berakni, de mindegy. Igen, azt akartuk. Pont most nézem, május 15-ig elérhető Prime-el a játék, ha valakit érdekel, szerintem megéri a Prime. Amúgy is többet nézem, mint mondjuk az HBO-t, és csak 900 forint per hó. Hát a Prime nálunk a legolcsóbb. Sőt, azt hiszem így azt hiszem a második helyen vagyunk, ahol a legtöbb tartalom elérhető, és a legolcsóbb a Prime egyébként. Na hát ez csak 4 lőszerünk van. Ez már egy kicsit több van. Energiafegyver. Á, köszi. Na tehát, van egy küldetésünk. Kapcsolja be a Pip-Boy rádióját. Az adás jelzése az örökölhetése. A new subscriber arrives. It fills you with determination. Koxi, köszi szépen a támogatásodat. Üdimáron hivatalosan is a feliratkozott vadászok között. Köszi szépen. Köszi szépen a támogatást. Elvileg itt van a hercegnő őrsége. Remélem csak egy stream lesz belőle, de sajnos csak egy. Terve van, hogy megnézzük a Fallout 4-et is egyébként, a Next Gen update-et. De a 76-ból is csak most csak így ennyit akartam. Jó lenne amúgy többet játszani, de hát... Hát kinek van ennyi ideje? Jézus! Fallout 4 kipag... Tehát nem, semmilyen Fallout végigjátszás nem lesz. Hát az mellé ment. Jézusom, ennyi HP-ja van annak a kutyának. Hát gondoltam, hogy nem fogom eltalálni. Na, az ott bizony hedi lett. Sajnos egyik Fallout se lesz végigjátszva. Nagyon szívesen végigjátszanám, de
az gyakorlatilag a lehető legtöbb játékot így el kéne engedni, amivel mostanság játszom. Szóval hogy még nem vagyunk ott? Tovább kell menni. Ez a puska amúgy tetszik. Jó erős. Használd a jelet. Aha. Hogy értik, hogy használjam a jelet szerintetek? Az adás jelzése jel elveszett. Utasd át a területet. Ez más, az már más. Neked a Fallout 1 és a 2 a kedvenc? Hercegnő őrségének hollétére utaló nyomokat nyomok után kell kutatni. Főnök, ez a szállítmány szánalmas? A hasznosítható érc a nyereségi küszöb alá csúszott. Kiszáradtunk, talán itt az ideje, hogy kapcsolatba lépjünk a Hornwright-szal. Hát, ha néhány gépük beindítja a dolgokat. Egy ilyet találtunk. És most már, ahogy látom, elküldenek minket a szénbányába. Jaja. Rémlik egyébként valami, hogy ezt a területet is... Vasz! Ezen a területen is jártam a béta alatt. Az ott kaptam. Hú! Na! Ez béta? Ez a béta, láttam tegnapi csapatot. Igen, igen. Igen, igen. Csak valamelyik gombot megnyomtam. Oké, megvan. Valamelyik gombbal bekapcsoltam a sétálást. Fú!
One shot, head shot. Hú, háború előtti pénz. Mennyit ér neked az, hogy ne lőjek? Tell me you got a stim pack. Nincs. Fáj itt nekem, azt mondja. Bocsánat, nem tudok segíteni. Találd meg a saját rohadt drogodat, ingyen élő. Oh, thank God. Thank you. Good to know there's still some heart out there. So, you the cavalry then? Duchess send you Hercegnő saber tails? Küldet, hogy megments. Megmentsétek a farkunkat. Ha te vagy szóra, akkor igen. Nem, én vagyok a Mikulás, és te nagyon rossz fiú voltál a idén. Farok? Nem barátkozom mutánsokkal. Ja, hát... Ó, te egy lázadó vagy. Télapó. Figyelj, Szent Miklós. Van még valaki, akinek szénre van szüksége a harisnyájába. Hogy mi? Me and my bot sis Polly got the bright idea to track down their nest and clear them out. But a couple of them got the drop on us before Polly chased them off deeper into the mine. Aye, aye. I heard some fighting, but then... Polly megsérült valószínűleg. I think she's hurt. A bányában mélyen. Look, you've got to find Polly. I can't be the reason she... Look, just find her. Please. Polly, a te bothugod? It's... Look, when you get Polly back, I'll walk you through every little detail. Elmeséli, of how hogy hogyan lett a legjobb barátja egy gépnek. First, I need you to save her. You think you can do that for me? Nem fog segíteni? Go in there? I... No, not like this. Mm-hmm. Jó. Thank you, thank you. Nincs. And tell her... Jó, jó, jó. Egy kihívást teljesítettünk. Boost 0%? Ez micsoda volt, srácok? Nem tudunk picklockolni. Ó, van itt egy jobb kondíciójú. Az. Ez sem az, mi az, ami... Nem ez volt az? Nem ez az? Nem is a rövid vadászpuska?
Csőpisztoly? Nem? Csőcsavaros? Nem? Csőrevolver? Ja, ez az. Fúziós cella. A lőszer az nagyon kell. Lenne itt páncél munkapad. Közben elindult egy nyilvános esemény. Hát itt nagy valószínűséggel lejjebb kell menjünk. Akkor mondjuk a másik irányba. Ilyen izé, Starfield-es barlang feelingem van. Hey! Someone there? I could use a lift! You are a sight for sore eye. So, those things didn't get you, huh? You happen to see a young man on your way through? Early 20s, rough around the edges, carrying about a bullet's worth of extra lead in him? He's alive? Thank God! That's good to hear. So, what do you say you and I help each other out? You get me back to the Wayward, and I'll help you bake to a crisp anything that bothers us on our way out the door. Segít mindenkit eltenni, aki megzavar minket. Ropogós a sütném? Egy Assaultron. Probably for the best. That flashy red pearl in the middle of my face doesn't just complement my scintillating personality. It also happens to fire a multi-gigawatt laser. You pick me up and give my neck servos a twirl. I'll kick off a blast that would make Oppenheimer quote scripture. So, we blowing this gin joint? That's the ticket. Now, let's... You hear that? Sounds like those things have regrouped. How about we make them regret it? Point the way. Az komoly. Hova mész? Amúgy. Tűz fejszem. És még mindig vannak. Kincses térkép.
Hogy szétolvadtak, amúgy nagyon vicces. Finally corroded. Wet cave really did a number on it. I'm not going to be much help now. Megrozsdásodott, srácok. Jó, és akkor a hercegnőhöz kell visszamennem. Durva egyébként. Még egyszer. Durva egyébként az, hogy így elkezdtük a játékot, kijöttünk a Voltból, és megkaptuk a felügyelő naplóját, de abban nem is, tehát azzal kapcsolatban nem is indultunk el. Hanem rögtön egy melléküldetésbe kezdtünk bele, és gyakorlatilag ezt csináljuk már így, szerintem több mint 2 órája. A Duchess esküldik át. Így áll, hogy pozitív hatásokat érjen. Hihetetlen. Oké. És itt kell tovább mennem. Van egy felesleges Fallout Xbox kulcsom, bedobnám ide, hát akár valakinek. Köszi szépen, neked is, Xili, köszi szépen, sziasztok, sziasztok. Köszi a felajánlásokat. Na, ha már ilyen nagy osztogatásba vagytok. Azt mondja, hogy Fallout Claim. PC Claim, get the game. Na és, oké. Okay. Na, úgy néz ki, hogy van kód, és ezt a Microsoft Store-ba kell beaktiválni, oké. Okay. Na, srácok. Kedvezményes lesz a dolog. Na, srácok, akit érdekel a Fallout 76 PC-s kódja, Microsoft Store-ba beaktiválható verziója, az most tud nevezni rá. Hajrá! 20 trófeába kerül egy jegy. Általában 100-ba szokott kerülni, de ez most 20-ba kerül. És 10-et lehet venni. Szóval most a kedvezményes áron tudok lecsapni erre a Fallout 76-ra. Én azt hittem, ez egy ingyenes játék. Istog! Dehogy is. Úgyhogy sok sikert mindenkinek. A Twitch chaten tudtok privát üzenetbe nevezni a játékra. Back at long last. But yeah, it was gone. Where's our girl? Did you find Polly? Rajzolj Polly a Soultron feje. Draw. Tehát, hogy akkor elő kell venni. Ha minden igaz.
Azt elő tudjuk így venni? Jaj. Poli. Tessék, mit van? Oh God! Poli? Whoa! You're not looking so great, darling. Duchess, I'm not feeling great. Friend, why don't you sit her down? Én leteszem szívesen. Jug should do the trick. Azt mondja, helyez Polit a holdfényes korsóba. Hova? Ja, ide. This is real snug. That's not gonna do at all. Oh, Polly. This is all my fault. Solomon, no. Don't you dare. This is not... Duchess, tell me you emptied this out. Did I? You know, I'm 80%. Duchess? It's all right. I can fix this. There's a robotics shop over in Somersville that... Oh. Solomon, you're going nowhere. Look, I'm sorry to even ask, but is there any chance you might be able to help us out here? I can make it worth your while. Find Polly this new body. I'll tell you everything I know mindent about Crane és a kincsről. Please say yes. Csak találjuk meg Polinak a testét. Azt várod, hogy egy egész Assa Ultron cipeljek ide-vissza? Don't you worry there, Saul? You still got one of those trackers? You tag the body with Saul's tracker here, I'll have my people collect it. Once it's safe. Mhm. Solomon, you had a spot in mind? Yeah. There's this old robotics dealer over in Somersville. Duncan and Duncan. The owners boarded it up, but it's possible to get back there if you know where to push. Tényleg végigutat, hogy hol van a kincs, mit keresünk itt? Honey, it's complicated. Uh-huh. But I promise. Bonyolult. I will walk you through every gory detail if you do this for us. Mindent. You are a lifesaver. Here, the tracker. Just plant that on Polly's new frame, and we'll handle it from there. And here, you'll need this to get into the place. Just leave it unlocked so we can come and get the body later. Megkaptuk a belépő kártyát is. No damage, no reprogramming. Factory defaults only. I don't want anything going wrong in the transfer. Jó. And at the risk of sounding like a broken record, thank you. We'll all owe you big after this. $500 XP. Na, hát ugye az van, hogy... igen, statisztika. Az van, hogy... 20-as szinten is ki lehetett volna jönni a Vault-ból, de így, hogy megcsináltam egy mellékküldetés, mondhatni két részét, és még lehetne tovább menni ezen az ágon, így már 7-es vagyok, és amúgy a 8-as szint sincs messze. Szerintem, hát nem tudom, biztos amúgy akik így tapasztaltabbak, azok azt mondanák, hogy érdemes a 20-as szinten kezdeni, de látjátok, hogy amúgy most nem olyan vészes. Élveztem, ahogy egyébként legutóbb élveztem a New Vegas-nál, a 3-nál, illetve amikor próbáltuk a 76-ot, akkor is élveztem ezt a gémet. Főleg, hogy azt ugye multiba játszottam veletek. Jó volt. Klasszikus Bethesda játék. Csak multiba. A Watch-nál nekem amúgy azt tetszett az előző Fallout-oknál, hogy ott lelassul az idő. Vagy meg is áll, arra nem emlékszem pontosan. De amikor lelassul az idő, az azért epic, itt meg csak annyi, hogy célzás segít, tehát hogy így gyakorlatilag aimol helyetted. A közelarcba főleg. Úgyhogy jó volt Fallout 76-ozni.
ezek már egyébként, tehát hogy ezek már friss élmények. Friss élmények, és ilyen a játék most. Tehát, hogy amúgy én nem érzem azt, hogy bármiben is most így jobb lenne, vagy rosszabb, mint 6 éve. Legalábbis a játék eleje. Ahhoz, hogy így lássuk azt, hogy mi változott sok-sok idő alatt, ahhoz valószínűleg el kéne jutni a végéhez. Illetve ami így még új volt, az az, hogy tényleg találkoztunk NPC-kkel ott az elején. De lehet, hogy még a bétába is találkozhattunk volna. Úgyhogy ennyit erről. Kipróbáltam, tetszett, és még a magyarítást is legalább láttátok, hogy most milyen. Köszi a figyelmet. Remélem, hogy élveztétek.